Köszöntöm nézőinket! Önök regionális egészségügyi magazinunk legújabb adását látják. A diagnózisban ma foglalkozunk a fejlett világ két legnagyobb egészségügyi kihívását jelentő betegségcsoporttal, a diabétesszel és a szív-érrendszeri elváltozásokkal. A cukorbetegség kapcsán egyrészt azt vizsgáljuk, hogy miért megy olyan nehezen az életmódváltás. Másrészt azt mutatjuk meg, milyen következményei lehetnek annak, ha sem a diétát, sem a napi mozgást nem tartja be a páciens. A kardiovaszkuláris betegségeknél pedig egy szegedi konferencia apropóján a legújabb terápiás eredményekről is szólunk. A Parkinson kóra a második leggyakoribb úgynevezett degeneratív idegrendszeri elváltozás. A komplex rehabilitációs terápia jól alkalmazható náluk is. Hogy hogyan? Erről beszélgetek majd vendégemmel. Úgy gondolom, érdemes lesz velünk tartani a következő fél órában. Naponta 10 cukorbetegnél végeznek amputációt ma Magyarországon, és ez a szám az elmúlt 15 évben semmit sem változott. Az egészségügyi szakma szerint vitathatatlanul a diabétesz a 21. század egyik legnagyobb egészségügyi kihívása. Bár egyértelműen bizonyított, hogy az egészségtelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód nagyban hozzájárul kialakulásához, az életmódváltás sokak számára nehezen megy. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége által végzett hazai kutatás eredménye is azt mutatják, hogy az orvos által javasolt szénhidrát diétát csak mindössze a betegek fele tartja. Rendszeres testmozgást pedig minden negyedik diabéteses végez. Korábbi életmódján a diagnosztizált betegek 7%-a egyáltalán nem változtatott. Tehát itt adja be az inzulint. Viszont a másikat nem mutatnám meg, mert az olyan helyen van itt a combomon, ez pedig egy távadó. Piros Ildikó gyerekkora óta cukorbeteg. Ma már az egyik legkorszerűbb eszközt, az úgynevezett inzulinpumpát használja, ami nem csak adagolja az inzulint, de folyamatosan méri is a cukorszintet. Nem volt ez mindig így. Gyerekként hatalmas tűvel szurkálták, és cukormérő sem volt. Hónapokon keresztül úgy próbáltunk diétázni, nem tudtuk, hogy mire. És azért a szélső értékeket azt éreztem. Fölébredtem éjszaka, hogyha nagyon lent volt, kimentem, el is intéztem, tehát nem kellett már így felügyelni. Ha magas volt, akkor nyilván a szájszárasság az egyéb tünetekkel együtt azt is éreztem. Tehát ugye két végletet igen, de hogy közte hol van, azt soha nem tudtuk. Volt egy nagy álmom, ezt a diabétesz újságban is megjelent, hogy én ránézek az óramra, és tudjam, hogy mennyi a cukrom. De gyerekként. Ha nem is az órájára, de ha erre a készülékre pillant, azonnal látja, hogy áll a cukorszintje. Ráadásul a pumpa automatikusan adagolja a megfelelő mennyiségű inzulint. Lehet, hogy egyszer eljutunk odáig, hogy tényleg az órán is látom. Jelenleg mintegy 750 ezer cukorbeteg van hazánkban, és még ugyanekkora lehet azok száma, akik szintén cukorbetegek, de még nem kaptak diagnózist. Sőt, a következő 20-25 évben akár megkétszereződhet a számuk. Azt látjuk, hogy már 10 éves korban is van kettes típusú diabétesz. Régebben azt mondtuk, hogy az az időskor betegsége, most már egyre inkább jön ugye lefelé az életkorban. Nyilván azért, mert a gyermekek is ugye túlsúlyosak, keveset mozognak, ülnek a tévé előtt, chipset esznek, tehát ezzel nem mindenképpen küzdeni kell. Egy nagyon tudatos életmódváltásra lenne szükség. Ez részben az egyén felelőssége, részben a társadalom felelőssége. Ez nem kérdés. Ugyanakkor ez a betegség, nem véletlenül hívják ezt a betegséget úgy, hogy a csendes gyilkos. Tehát amikor jönnek a tünetek, akkor már nagy a baj. A Tiszaparti Cukorbetegek Egyesülete 10 éve működik Szegeden. Az ide érkező újoncoknak sokat segítenek a tapasztalt tagok. Mint mondják, a számolás a legfontosabb. Persze nem a deriválás, hanem a szénhidrát bevitel kiszámítása. Ezen kívül tanfolyamokkal, orvosi előadásokkal is segítenek. A bizonyos kiadványunk a lépésről lépésre, az minden új tagunk megkapja, amiből el tudja olvasni az alapvető szabályokat, illetve dietetikusunk van. Mi minden hónap első csütörtökként találkozunk, és dietetikusunk is jelen van, vércukormérés van, mindenkinek véroxigénmérés, és minden évben van a Nordic Walking séta botos program, ezen minden évben részt veszünk, illetve most sportosként a 3-1-2 meridián tornát bevezettük, ami nagyon fontos, ugye a meridián pontoknak a stimulálása,
jó hatással van a vércukorszintre. Tehát ezt próbálnánk elérni, hogy a mozgás a legfontosabb. Volt egy olyan esetem, hogy beszélgettem egy nő, hát korombeli, akkor még ilyen 40-es éveiben lévő friss cukorbeteggel, és ő azt mondta, hogy ő felakasztja magát, ha neki szurkálnia kell magát inzulinnal. És akkor én elmondtam a saját tapasztalatomat, hogy én azóta jobban érzem magam, sokkal jobb az erőlétem, én táppénzen nem voltam, ő meg mindig beteg volt, és akkor utána megköszönte. Ágnes első gyermekét várta, amikor kiderült, hogy cukorbeteg. Azonnal inzulint kapott. Eleinte félt ettől, de mivel azt tapasztalta, hogy a kezelés mellett jobb a közérzete és az erőléte, gyorsan megbarátkozott a helyzettel. Én arra is gondoltam, lehet, hogy én már előtte is cukorbeteg voltam, csak nem vettem észre. Tehát olyan tüneteim nem voltak, mint általában az egyes típusúaknak, hogy borzasztó sokat kell enni, fogyni, lefogynak, meg sokat pisilnek. Ilyen tüneteim nem voltak, én nekem semmit, csak az, hogy én állandóan fáradt voltam, de nekem, ja meg néha lezuhant a cukrom, és a takarítónéni vacsoráját ettem meg, hogy hazabírjak menni. Ez a betegség nem érződik, nem veszik komolyan nagyon sokan. És nem arról szólna a dolog, hogy most meg kell mozgatni mindent, de azért, ha egy kettes típusúnak például elindul a cukorbetegsége, akkor azért, mert nem érzem, azért nem kell tovább enni az édességet, tovább csinálni, amit addig, hanem szépen lassan le lehet róla szokni. Nekik megvan ez a lehetőségük, nekünk nem volt, mert egyszerűen azt mondták, hogy itt elvágólag és innen nincs. De nekik megvan a lehetőségük arra, hogy leszokjanak, hogy leálljanak, és addig tanulják meg azt, hogy mi a fontos, mi nem fontos, mit tehetnek, mit nem ehetnek. A nélkülözhetetlen életmódváltás még mindig nem általános. Rendszeres testmozgást minden negyedik diabéteses végez. Korábbi életmódján pedig a betegek 7%-a egyáltalán nem változtatott. Ez azért jelent komoly problémát, mert a jól ismert szövődmények, mint például a vakság és az alsó végtagi amputáció mellett a betegség számos egyéb szövődménnyel társul. A szív- és érrendszeri betegségek jelentik a leggyakoribb szövődményeket és a halálokat. Minden negyedik magyar halála közvetve vagy közvetlenül összefügg a cukorbetegséggel. Magas vércukornak nincsenek klasszikus jelei, viszont már kifejti a hatását, tehát már az ereken például mindenképpen valamilyen szervi eltérést okoz. Mire felismerjük, általában már 5 éve eltelik egyfajta anyagcsere eltérésben, ami nagyon rosszat tesz számos szervnek. Tudjuk azt, hogy 8 feletti cukor már mindenképpen károsító hatású. Túl azon mindenkinek tisztába kell lenni a saját kockázatával. Ezek közé tartozik például a magas testtömeg, a mozgásszegény életmód, a magas vérnyomás jelenléte, a magas vérzsír, magas koleszterin. Nagyon fontos szerepe van annak, hogy a családban halmozódik-e a betegség vagy sem. Ebben az esetben mindenképpen egy szűrővizsgálatra szükség lehet, vagy éjgyomri vérvételre, vagy pedig akár terheléses cukorvizsgálatra kerülhet a sor. A probléma kettős. Egyrészt ugye érellátási zavar lehet, itt a dohányzást nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy el kellene hagyni. Ugyanakkor viszont maga az anyagcsere zavar neuropátiát okozhat. És a diabéteses neuropátia érzészavarral jár, és abban az esetben, hogyha az érzés csökken, a fájdalomérzés csökken, a nyomásérzés csökken az alsó végtagon, akkor rendkívül alatt most módon alakulhat ki olyan fekély, aminek a kezelése nagyon nehézkes, és a későbbiekben akár minor amputációkhoz, például egy-egy új vagy az előláb elvesztéséhez vezethet. A Magyar Diabétesz Társaság egyik célja, hogy megelőzzék a cukorbetegek végtag amputációját. Az elmúlt 15 évben ugyanis változatlanul naponta 10 ilyen eset van. Ezért a társaság által akkreditált ellátóhelyek mindegyikét úgynevezett Dopplerrel látták el. Felnőtt diabetológiai szakellátóhelyeket elláttuk egy olyan készülékkel, amellyel lehet mérni azt az értéket, amelyből meg tudjuk becsülni, hogy van-e alsó végtagi verőér szűkületre utaló jel. Ha ez van, akkor ezt a beteget kiszűrve lehet továbbítani a beteget a,
az érsebészek vagy az érgyógyászok felé, és ma már számos lehetőség van ennek a gyógyítására. Forradalmi módon változik a terápia, az új szerek azok nem csak a cukrot csökkentik, hanem az érszűkület, a szívelégtelenség és a veseszövődmény ellen is hatnak, és így vérhetően csökkenni fog a szövődmények kockázata, és csökkenni fog a halálozás fokozott értéke, tehát a betegek hosszabb élettartammal fognak majd élni. Az úgynevezett komplex rehabilitációs terápia nem csak a stroke-on átesett betegek gyógyulását vagy életminőségének javítását segítheti, hanem például a Parkinson-korban szenvedőknél is jól alkalmazható. Ez a betegség a második leggyakoribb úgynevezett degeneratív idegrendszeri elváltozás. Magyarországon becslések alapján 20-30 ezer beteggel számolhatunk. Vendégemmel arról beszélgetek, hogy a parkinsonos betegek milyen kezeléseken vehetnek részt, és az hogyan segíti a szinten tartásukat, hiszen ez a betegség ma még nem gyógyítható. Köszöntöm a stúdióban a Szent Vincent Rehabilitációs Központ intézmény vezetőjét, Fejér Lengyel Dorottya gyógytornászt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye annak idején az alapító Détári Vilmos az maga is sztrókon át esett beteg volt, és azért hozta létre ezt a központot, hogy a sztrókon átesett betegeknek segítsen. Miért nyitottak mégis a többi betegség irányába? Hát így idővel, ahogy tapasztaltuk a megkereséseket és a betegek igényeit, azért láttuk, hogy nyilván nem csak a sztrókos páciensek léteznek, hanem vannak más neurológiai kórképek is, köztük ugye a Parkinson kórosok is. Úgyhogy így úgy döntöttünk, hogy nem szűkítjük le ennyire a kört a sztrókon átesett betegekre, hanem nyitunk más neurológiai kórképek felé is. A komplex rehabilitációs terápia mit jelent pontosan, és a parkinsonos betegek esetén ezt hogyan lehet alkalmazni? Ez hasonló, mint a sztrókos páciensek esetén. Nyilván ez egy összetett betegség szintén, elég sok tünettel, amikor már előjönnek a motoros tünetek a Parkinson kóros betegeknél, akkor hát elég sok funkciót befolyásolhat ez. Három nagyon fontos tünete van egy Parkinson kóros betegnek. Az egyik az a nyugalmi tremor, ez a remegést jelenti. A másik az egy ilyen izomfeszülés, ami nem akaratlagos, és ezáltal izomfájdalmak is kialakulhatnak, ezt rigornak nevezzük. A harmadik pedig ez a bradikinézis, ami egy ilyen általános lassúságot, meglassultságot jelent, és ezeken felül még jön elő a többi tünet, ami nem feltétlen mozgásszervi, hanem vannak kognitív funkcióban, pszichés funkcióban is elváltozások, illetve akár autonóm tünetek is lehetnek. Hogyan jutnak el önökhöz a betegek, vagy mi az első lépés, ha valaki az előbb felsorolt tünetek közül bármelyiket mondjuk magán észleli, vagy egyáltalán diagnosztizálják nála a Parkinson-kort, tehát mi a lépés, mi a menete annak, hogy önök kezelésbe vegyék? Általában, amikor hozzánk kerülnek, akkor már megvan a diagnózis. Nyilván ez együtt jár egy gyógyszeres kezeléssel, ezt az orvosok beállítják, itt többféle lehetőség van, sőt a későbbiek folyamán, hogyha már olyan súlyos a betegség, akkor lehetőség van akár idegsebészeti beavatkozásra is, és emellett nagyon fontos ugye kordában tartani a betegséget, és folyamatosan ugye elkezdeni a fizioterápiás kezeléseket, meg mellett a többi kiegészítő kezelést is, hiszen nem csak a mozgásszervi funkciók sérülnek, ahogy ezt az előbb is említettem. És hogyan zajlik egy-egy betegnek a kezelése? Milyen időközönként kell önökhöz ellátogatni például, és hogyan zajlik egy napjuk, vagy egy-egy foglalkozás? Kétféle betegtípus van nálunk, van olyan, aki egy vagy több hetes intenzív terápiára érkezik hozzánk, ez általában azoknál szoktuk javasolni, akik ugye messzebbről jönnek, és nyilván nehéz megoldani az utazgatást, és vannak olyan betegeink is, akik meg ambuláns módon bejárnak, ők Szeged-Szeged környéki lakosok. Nyilván ugye ezt megbeszéljük, aki ugye intenzív terápiát vesz igénybe, ott is érdemes bizonyos időközönként visszatérni hozzánk, aki pedig ambuláns módon jár hozzánk, ott pedig ugye nyilván mindig a betegség stádiumától függően megbeszéljük, hogy milyen kezelésekre van szükség. Nyilván minden beteg más, tehát itt is van, akinek mondjuk a pszichés dolgok, amik jobban érintettek, van, akinél a mozgás, ezek alapján ugye mérlegelünk és összeállítjuk a kezelési tervet nekik. Milyen eredmények születhetnek egy-egy terápia végén, tehát hová lehet eljutni egy beteggel?
Hát a Parkinson-kor ugye az egy progrediáló betegség, tehát ez folyamatosan romlik, jelenleg ugye gyógyíthatatlan. Persze egy bizonyos ideig jól kezelhető ugye a gyógyszerekkel, illetve a fizioterápiás kezelésekkel, de alapvetően itt ugye, mivel egy folyamatos romlásról beszélünk, itt ugye a szinten tartás a legnagyobb cél. Milyen visszajelzéseket kapnak a betegektől, vagy akár az ő családtagjaiktól? Pozitív visszajelzéseket mindenképpen. Nyilván a lelki támogatás is egy nagyon fontos dolog ennél a betegségnél is, ugyanúgy, ahogy a fizikai dolgoknak a fejlesztése. Korábban már beszéltünk robotterápiáról és különböző ultramodern speciális terápiás lehetőségekről. Ezeket itt be tudják vetni a parkinsonos betegek esetében? Igen, a hagyományos gyógytorna mellett akár a robotterápiás eszközeinket is tudjuk használni. Nálunk van egy olyan eszköz, ami kifejezetten az egyensúly fejlesztésére jó. Az eszköz tudja érzékelni a testsúlyát, helyezést, illetve tudunk alá akár instabil felszínt is rakni, ezáltal nehezíteni tudjuk a gyakorlatokat. Itt is számítógépes játékokon keresztül mennek a fejlesztések, úgyhogy ezek nagyon jól alkalmazhatók a Parkinson-kor esetében is. Függ attól, hogy kivel, meddig vagy hová lehet eljutni, hogy milyen stádiumban érkezett önökhöz. Itt ugye többféle stádiuma van a Parkinson-kornak. Az első stádiumban egyébként még nincsenek tünetek. A következő stádiumnál meg még nem szokták diagnosztizálni, ott már azért előfordulhat, hogy észre lehet magán a beteg például szaglásvesztést, a látásban szoktak lenni romlások, például a fekete-fehérnek a kontrasztját nem úgy látják, előfordulhatnak autonóm tünetek, mint például a sürgető vizelési inger, vagy nyálfolyás, észrevehetnek féloldali izomfeszülést, tehát itt már azért előjöhetnek depresszió, szorongás, ilyesmik szoktak. És akkor a harmadik fázisban van az, amikor már ténylegesen diagnosztizálják a Parkinson-kort, itt már ugye a motoros tünetek, a mozgásszervi funkciózavaroknak a vesztése is megjelenik. Tehát általában ilyenkor érkeznek már hozzánk. Igen, az utolsó. Igen, pillanatban mondtam. Persze ennek is vannak ugye különböző fázisai még. Igen. A családtagokról is fontos lenne beszélnünk, hiszen adott persze egy beteg, de az őt körülvevő és segítő, támogató család szerepe is nagyon fontos. Rajtuk hogyan tudnak segíteni? Velük történnek-e beszélgetések? Igen, mi nagyon fontosnak tartjuk egyébként a családtagok támogatását is, így aztán van lehetőség ugye pszichológus szakembernek az igénybevételére, és akkor így vele tudnak konzultálni így ezekről a dolgokról, meg nyilván a lelki nehézségeken ő segíti át a hozzájuk érkezőket. Nagyon jó, hogy a pszichológust említette, hiszen azt gondolom, hogy ennél a betegségnél is különösen fontos az, hogy nem csak a testet, hanem a lelket is ápolják. Szóval van erre lehetőség önöknél, hogy pszichológus beszélgessen a beteggel is, és egy kicsit ő is, hát úgymond kezelésbe vegye? Természetesen a pszichológus nem csak a családtagokkal, hanem ugyanúgy a beteggel is foglalkozik, hiszen ennél a kórképnél azért nagyon gyakran előfordul a depresszió, úgyhogy a pszichológusok bevonása is nagyon fontos. Ugye azt ön is említette, meg én is elmondtam a bevezetőmben, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan, de jól kordában lehet tartani. Mi számít sikernek egy ilyen betegség a Parkinson-kor esetén, amit önök kezelnek a betegek esetében? Hát leginkább az, hogy ne romoljon annyira intenzíven a beteg állapota. Nyilván, még egyszer mondom, ez azért a gyógyszerezésen is nagyon, vagy a gyógyszerezéstől is nagyon függ, hogy milyen állapotban van egy beteg. Van az a fázisa a betegségnek, amikor már nem úgy hatnak a gyógyszerek, ezt fluktuációnak nevezzük egyébként. Itt ugye, amikor már hozzászokik úgy annyira, akkor előfordulhat az, hogy nem úgy hat a gyógyszer, vagy az, hogy ilyen túlmozgások alakulnak ki. Nyilván ebben a stádiumban már annyira sokat nem tudunk hozzátenni a mozgásszervi rehabilitációval, de még itt is fontos, hiszen az izomerőket azért meg kell tartani, az egyensúlyt fejleszteni kell. A parkinsonosoknál gyakran előfordul egy ilyen, hát nem tudom, a testtartásban egy ilyen kóros tartás, ezeket is mind folyamatosan kezelni kell.
A szklerózis multiplex, vagy más hasonló betegségek esetében ezt a fajta terápiát, amiről itt beszélgettünk, lehetne alkalmazni, vagy szokták-e alkalmazni? A gyógytornát mindenképp. A szklerózisosoknál ott gyakran előfordul, hogy azért a felső végtagban is vannak izomerő elmaradások, úgyhogy ott is akár a robotterápiás kezeléseket is lehet alkalmazni. A pszichológus bevonása az igazából szinte bármelyik betegségnél megtörténhet, úgyhogy akár a szklerózis multiplexes betegeknél is. Arról nem beszéltünk, hogy férfiak vagy nők fordulnak meg önöknél többen a Parkinson esetében. Milyen arányról, vagy milyen tendenciáról tud beszámolni? Hát azért a férfiaknál gyakrabban fordul elő, mint a nőknél. Uh-huh. És életkorilag mi a megoszlás? Életkorban pedig leggyakrabban azért a 60 év felettiek jelentkeznek, de azért egyre gyakrabban előfordul az, hogy 50 év körül is előjönnek már a tünetek. Köszönöm szépen, Dorottya, hogy ezt elmondta nekünk, és bízom abban, hogy segítettünk a parkinsonos betegeknek és családtagjaiknak ezzel a beszélgetéssel. Köszönöm szépen. Az Európai Unióban évente csaknem 2 millió ember halálát okozzák kardiovaszkuláris betegségek, de hazánkban is a vezető halálokok között vannak a szív- és érrendszeri elváltozások. Ezért is volt olyan jelentős esemény, hogy nemrégiben Szegeden tartott a konferenciáját a kardiovaszkuláris betegségek nemzetközi társasága. A tanácskozáson egyaránt szóba kerültek elméleti kérdések és a klinikai terápia legfrissebb eredményei. A találkozót az Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete szervezte. A szív- és érrendszeri betegségek nagyon széles csoportot alkotnak, sokféle rendellenesség korkép tartozik ide. A konferencián egyaránt szóba került a megelőzés, az új terápiás lehetőségek, illetve ezek oktatása. Ezen belül szívelégtelenség, szívritmuszavarok, pitvarfibrilláció, ugye a leggyakoribb krónikus szívritmuszavar nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Ezzel kapcsolatos alapkutatásokat és klinikai eredményeket fogja bemutatni, akár az őssejt kutatások területén bemutatott új eredményekkel kezdődik egyébként ez az egész konferencia most szerdán. A professzor Roberto Boli előadásával, aki mondhatom úgy, nem haragszanak, hogy Amerikában a félistene volt a kardiovaszkuláris elméleti kutatásoknak. Tehát ő egy világszerte ismert és elismert professzor, tehát nagyon örömmel vettük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ő az őssejtek kardiovaszkuláris betegségek terápiájában, diagnosztikájában betöltött szerepéről fog egy összefoglaló előadással kezdeni most szerdán délután. Az őssejtterápia azonban nem teljesen váltotta be a hozzáfűzött nagy reményeket. Sok nehézség merült föl. Például egy infarktust követő szívizom regenerációja során egészen másképpen hat az őssejtkezelés, mint ahogy eredetileg gondolták, tehát ezekről fog egy összefoglaló előadást tartani Bóli professzor. Ott is, tehát vannak ígéretes eredmények, de egészen más mechanizmusokkal vagy úton hatnak ezek a sejtek, mint eredetileg gondolták. Tehát ezzel kapcsolatos új eredményeket fogunk látni. Az Igor Efimov Amerikából, Chicagóból lesz a másik dísz előadó, aki hát ilyen bioengineering, tehát egy ilyen inkább ilyen eszközös szívritmus zavar diagnosztikus kezelése kapcsolatos vadonatúj eredményeiről fog beszámolni, ő is egy világnagyság a saját maga területén. Illetve hát a különböző szekciókban különösen büszke vagyok arra, hogy mi a szívelektrofiziológia területén tevékenykedünk a Farmakológiai Intézetben, ott azon a területen folytatunk kutatásokat sok évtizede, elődeim is és én is, hogy itt egy különösen erős nemzetközi fakultást tudtunk így összehozni Nyugat-Európából, Kanadából, Észak-Amerikából, illetve hát még Argentínából is. Tehát a szívritmus zavarok, főleg a pitvarfibrilláció kezelésének az új módozatairól, arra vonatkozott a kérdése, fognak beszámolni a kutatók. A társaság egykori alapítója, mai tiszteletbeli elnöke arról beszélt, mit tette, indokolta a társaság megalapítását. I was initially involved with the International Academy of. Tagja voltam a szívbetegségek nemzetközi társaságának. Sokféle tudományos kutatást támogattunk, de kevés figyelem jutott az oktatásra. Sokkal inkább a kutatás árt az érdeklődés középpontjában. Ezért sok kollégámmal akkor úgy gondoltuk, az is fontos, hogy az elért eredményeket megismertessük szerte a nagyvilágban. A szívbetegségek mindenhol a vezető halálokok közé tartoznak. Az is nagy probléma, hogy sok embernél nem ismerik föl, hogy ilyen betegsége van. Különösen a fiataloknál jelent ez nagy kockázatot.
Nagy kockázat nekik, de egyben a társadalomnak is, amelynek hosszú távon veszélybe kerülhetnek az emberi erőforrásai. Ugyancsak a fiatalok egy speciális szív problémájával foglalkozik Martin Morat professzor, aki az Egyesült Államok beli Charlestonból érkezett, a terület egyik legismertebb szakembere. We have been working on a special disease that causes arrhythmia in young people. Az utóbbi időben egy speciális betegséggel foglalkozunk, a fiatalok ritmuszavaraival. Ez 15-20 éves korban is előfordul, leggyakrabban terhelésre. Sokan közülük ilyenkor el is esnek, és az emberek azt gondolják, hogy drogoztak, pedig dehogy. A valóság az, hogy a szívükben az egyik fehérje mutálódott. Ez az egyik legnagyobb fehérje az egész szervezetünkben. Ezért aztán nagyon sokféle mutációja van, és ezek közül néhány okozza a ritmuszavart. Ez néha alig észrevehető, máskor viszont súlyos tüneteket okoz. Mi próbálunk létrehozni egy mesterséges emberi szövetet, ennek a modelljét, és abban genetikai szerkesztéssel kijavítjuk ezt a fehérjét. Megvan a remény, hogy ezt nem sokára a szív élő szöveteiben is meg tudjuk tenni. Morat professzor szerint a Szegedhez hasonló, közepes méretű városok nagyon alkalmasak tudományos konferenciák szervezésére, és egy ilyen közepes létszámú tanácskozás általában sokkal hatékonyabb, mint egy sokkal nagyobb. Ezek a konferenciák, mint ez is, ahol kicsit több mint 200-an vagyunk, ez is egy kisvárosban, nem egy nagyvárosban, ahol szétszélednek az emberek, és nincsen közöttük szakmai kapcsolatképítésre alkalmas idő, ezek kiválóan alkalmasak, még kisebb helyek is, mint Szeged, de Szeged ideális hely, hiszen a belváros közepébe, szívébe van ez a konferencia, és körülbelül 200-an vagyunk, és olyan a program, hogy alkalma legyen mindenkinek kellő, hogy mondjam, mértékű kontaktust találni gyakorlatilag mindazokkal, akikkel együtt akar működni, vagy közös kutatási terveken, vagy akár csak érdeklődik a másiknak a munkájától, túlmenően azon, amit egy előadáson meghallgathat. A konferencia főszervezője magyar részről Varró András, a Szegedi Farmakológiai Intézet professzora, a Társaság Európai Szekciójának elnöke volt. Kardioprotekció területén lesznek számos kiváló előadó itt a konferencián, akik ugye főleg a szív, az iszkémiás, a szívvérellátási zavara következtében például a szívinfarktus és a iszkémia, szívrohamnak a megelőzése az még mindig ugye egy megoldatlan probléma, legalábbis elméleti síkon még tulajdonképpen a gyerekcipőben járnak a kutatások. A szívritmuszavarokkal, pitvarfibrillációval kapcsolatos kutatások és genetikai természetű molekuláris biológiai és biokémiai kutatások vannak, ugye ez nagyon szerteágazó terület ugye a szív. A szív működése és működési zavarai nagyon szerteágazó terület. Sok mindent tudunk róla, de a tanácskozás arra is rávilágított, hogy sok alapvető kérdésben még nincs biztos tudásunk. Önök a Diagnózist, a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját látták. Műsorainkat visszakereshetik YouTube csatornánkon, illetve a diagnózis.eu oldalon. Új adással két hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! A Diagnózis támogatója a Szegedi Biológiai Kutatóközpont.